Sziasztok, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket a csatorna első önálló kérdezfelelek videójában. Néhány hete elértük a 20.000 feliratkozót, és ez alkalommal arra kértelek titeket, hogy tegyetek fel kérdéseket a Facebook oldalamon. Szóval, ha esetleg még nem lájkoltad volna azt az oldalt, akkor szerintem érdemes lenne, mert ott nagyobb esélyed van egy-egy ilyen alkalom során. Az első kérdést Zoltán tette fel, lesz GTA vagy Overwatch vagy bármi más? GTA szerintem lesz majd, bár nem a közeljövőben, mert már vannak más terveim, viszont Overwatch biztos, hogy nem lesz, mert nem igazán tetszik a játék, és valljuk be, úgy nem lenne túl sok értelme. A következő kérdés Attilától érkezett, és így hangzik. Minden játékkal, amivel játszol, csinálsz valamilyen videót? Szerintem igen, nem vagyok az a nagy játékos típus. Videón kívül nem nagyon szoktam játszani, maximum a telefonomon néha. Peti kérdései következnek, mi a véleményed a szponzorokról a YouTube-on? Alapvetően szerintem nincs velük gond. Nyilván az adott szituációtól is függ ez az egész. A nézőknek tudniuk kell, hogy az adott videó szponzorált? Én úgy gondolom, hogy igen, bár nem fontos olyan nagy hangsúlyt fektetni rá, tehát például minden második mondatban megemlíteni, de szerintem az teljesen korrekt, ha az adott videós még a videó elején elmondja, hogy ezt a videót XY támogatta. De végül is, ha a videós nem is mondják külön, szerintem egy idő után egyértelművé válik, hogy az adott videóban szponzorált tartalom is van. De kaptál-e már ilyen szponzoros ajánlatot, illetve milyen feltételekkel fogadnál el egyet? Engem még személy szerint nem kerestek meg ezügyben, de nem hiszem, hogy olyan komoly feltételek kellenének ide. Számomra például fontos lenne, hogy amit reklámozok, az kapcsolódjon valamilyen szinten a csatornámhoz, illetve hogy szabad kezet kapjak az adott cégtől, tehát hogy elmondhassam a saját véleményemet, és ne ők adják meg szóról-szóra, hogy mit mondjak a videóban. András arra volt kíváncsi, hogy mi a véleményem az elsőzőkről. Hát mindig szokott lenni valami a komment szekcióban, amit mindenki elkezd csinálni, de ezek általában néhány hét leforgás alatt el is tűnnek. De az elsőzés és társai már jó néhány éve jelen vannak, és elég sok embert kezdenek idegesíteni. Nekem személy szerint alapból nem lenne vele bajom, hogyha nem lenne ennyire elterjedve. Mert oké, hogy az embereknek nagy szó, hogy elsőként kommentelhetnek egy videó alá, de az nem azt jelenti, hogy 10 embernek is elsőznie kell. De nem csak az első kommentek zavarnak, hanem a második, harmadik, elsőzésgátló, első osztályos és még sorolhatnám. Bár szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Gábor kérdései következnek. DC vagy Marvel? Ki a kedvenc szuperhősöd? Én nagyon nem szeretem a szuperhősös filmeket. Talán még régebben láttam egy-két pókember filmet, illetve egyszer a hangya? Vagy már nem is tudom pontosan mi volt a neve. De hogy a kérdésedre válaszoljak, sem a DC-t, sem a Marvelt nem szeretem és nincs is kedvenc szuperhősöm. Dominikát az érdekelte, hogy hány éves vagyok, van-e tesóm, és ha választhatnék, akkor milyen szupererőt választanék. Hát akkor menjünk sorban. 15 éves vagyok, igen, van egy tesóm, és szupererő? Hát nem tudom, elég soknak örülnék, de talán legtöbbször egy olyan kellene, amivel egy rövid távot vissza tudnék menni az időben, hogy megváltoztassam, amit mondtam vagy csináltam. Bár szerintem ezt nem csak én szeretném egyedül. Botond azt kérdezte, hogy hány éves koromban kezdtem el a Minecraftot és hogy milyen tanuló vagyok. Először az 1.5-ös verzióval játszottam és akkor nagyjából szerintem 12 éves lehettem. Egyébként azelőtt nem is érdekeltek a videójátékok, a YouTube videók, stb. A másik kérdésedre válaszolva pedig általában 5-ös tanuló vagyok, bár előfordul, hogy becsúszik egy 4-es is, bár az inkább a matek vagy a tesi szokott lenni. Robert kérdése következik, megéri szerinted YouTube-ozni? Hát erről elég sokat lehetne beszélni, akár egy külön videóban is, de így röviden csak annyit tudok mondani, hogy ha valaki tényleg érdekel a videókészítés és így a kreativitás is, és már elég idős ahhoz, hogy normálisan átlássa a dolgokat, akkor szerintem igen. István kérdezi, lesz-e Minecrafton kívül más játék? Nos, már jelenleg is vannak más játékok a csatornán, de hogy a kérdésedet megválaszoljam, igen lesznek. Lehet, hogy nem lesznek népszerűek, de igazából engem nem is az érdekel, hogy hány ezeren követnek egy adott sorozatot, hanem az, hogy akik nézik, azok élvezzék is. A következő kérdést Julianna tette fel, mikor lesz vége a videónak? Most, még van pár kérdés, bocsi. Markusz kérdezi, a csatornád lassan eléri azt a szintet, amikor már komolyabban kell venni a videózást. Ha te elérnél pár éven belül egy nagyobb követői tábort, akkor változtatnál a videó tartalmaim, vagy ragaszkodnál ahhoz, amihez eddig? Az a helyzet, hogy én alapból egy ragaszkodó típus vagyok, és jelen esetben szeretek dolgokat úgy folytatni, ahogy elkezdtem őket. Tartalmilag viszont szeretnék változtatni, emiatt is szoktam új sorozatokat indítani a csatornám. De így átfogóan inkább magamon szeretnék egy kicsit változtatni, hogy jobban ellazuljak a videókban, és ne legyek bennük annyira komoly, mint hát például most is. És Bence kérdésével fogom zárni a mai kérdezfelelek videót, úgyhogy vágjunk is bele. Szereted a krumplis tésztát? Nagyon szeretem, mint az összes többi magyaros ételt, bár gondolom nem ezért kérdezted.
Mi a véleményed Csabinyó YouTube drámájáról? Szerintem igaza van, csak túl durván fejezte ki, illetve a rajongókat ilyenkor nehéz kordában tartani, mert hol az egyik pártját fogják, hol a másikat. Nem szeretnék ebben nagyon belemélyedni, de az, hogy teljes indexképeket másoltak át, bármiféle engedély vagy legalább említés nélkül, az engem is kikészített. Na meg aztán a reakciók, meg a válaszvideók, kész. Ha kapnál olyan képességet, mint a Life is Strange-ből Max, mit csinálnál? Hát egy kicsit azért játszadoznék vele, de szerintem ugyanazt csinálnám, mint Max, tehát segíteni próbálnék vele magamon, de legfőképp másokon. Volt olyan film, sorozat vagy anime, ami jól megszivatott? Hát nem vagyok egy nagy sorozatmániás, bár szoktam nézni egy-kettőt, sőt néha olyanokat is, amiket már nagyon régen láttam, és tök jó érzés újraélni az egészet. De olyan, hogy egy sorozat megszivatott volna, még nem nagyon fordult elő. Na, hát ennyi is lett volna ez a kis kérdezfelelek videó, remélem, hogy sokatoknak sikerült válaszolnom. Bizonyára észrevettétek, hogy nem mindenkinek került be a kérdés, ez valószínűleg azért volt, mert többen is feltetétek ugyanazt a kérdést, vagy pedig már egy korábbi kérdezfelelek videóban megválaszoltam ezeket a kérdéseket. Tehát igyekeztem eddig még nem megválaszolt kérdéseket beletenni ebbe a videóba, és remélem, hogy ez össze is jött. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, tényleg remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és ne felejtjétek, hogy Facebookon, illetve Askfm-en is tudtok követni, ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban. És még egyszer nagyon szépen köszönöm a 20 000 feliratkozót, és hát akkor haladjunk tovább a csatorna fejlődésében, találkozunk majd a következő videóban, addig is, sziasztok!